Három ember gyanúsítottként hallgattak ki a magyar és a szlovák rendőrök a meggyilkolt felvidéki vállalkozó ügyében. Negyedik társukat is azonosították, ő jelenleg szökésben van. A férfi május elején tűnt el, elásott holtestét egy pápa melletti erdős részen találták meg. Vérrel szennyezett 20 eurós bankjegyel fizetett ez az autós május elején a téti benzinkúton. A térfigyelő kamerák azt is rögzítették, hogy kocsia többször feltűnt a május másodikán eltűnt szlovákiai építési vállalkozó ez Tibor autója közelében. A két járművet a rendőrök később Pápa Teszérnél, illetve a Mosonyi Duna partján kiégve megtalálták. A nyomozók ekkor már biztosak voltak benne, hogy ez Tibor bűncselekmény áldozata lett. Halott kereső kutya segítségével átvizsgálták azt a területet, ahol a férfi autóját megtalálták. A kutatás eredményre vezetett, a közelben egy erdős részen megtalálták a vállalkozó elásott holttestét. Az orvos szakértői vélemény megerősítette, hogy a férfi bűncselekmény áldozata lett. A rendőrök szerint a véres pénzzel fizető férfinek volt egy társa is, akinek szintén köze lehet a gyilkossághoz. A bevezetett nyomozati cselekmények eredményeképp még egy szemét tudtunk azonosítani, aki kapcsolható a bűncselekmény elkövetéséhez. Ő a 36 éves szlovák állampolgár Eszladiszláv. Eszladiszlával szemben Magyarországon több súlyos bűncselekmény miatt folyik eljárás kábítószerbirtoklása, garázdaság, járműönkényes elvétel és lőfegyvere visszaélés miatt. Ezek miatt a bűncselekmények miatt a győri rendőrkapitányság május 12-én a szlovák nemzeti bűnüldözési ügynökség annak a igazgatója azt mondta, hogy az ügy felderítésében nagy szerepet játszott a két ország rendőrsége közötti sikeres együttműködés. A szlovák köztársaság rendőrségének kezdetben nem volt semmilyen információja a gyilkosságról. A magyar kollégák a területükön beszerzett adatokat átadták nekünk, ezek alapján indítottuk meg a nyomozást. Az ügyben a szlovák rendőrség két embert vett őrizet. Be. Sajtóhírek szerint egyikük bérlőként lakott a vállalkozó egyik házában. A véres pénzzel fizető Sárközi Gergely ellen itthon elfogató parancsot adtak ki. A férfi mindjárt be is került a legkeresettebb 50 bűnöző közé.